Köszöntöm a kedves nézőket a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójából. Jó estét kívánok! A hétvégén tartotta kongresszusát a Magyarországi Horvátok Szövetsége, amelyen az országos küldöttek közül mindössze 10 hiányoztak. A 160 képviselő egységesen törekedett arra, hogy ezúttal a tartalmi munkához illő működési formát választanak. 3 évvel ezelőtt egy sikertelen kongresszus után határozottabbá vált a szövetség tevékenysége. Új alapszabály dolgozott ki a vezetőség, amely lehetőséget ad arra, hogy kulturális civil egyesületként és közhasznú társaságként működjön tovább a szervezet. Ezt egyhangulag el is fogadták a kongresszuson a küldöttek. Erre azért volt szükség, mert a pályázatok terén így tágabb teret kapnak, és egyértelművé vált, a politizálást meghagyják az önkormányzatoknak. Ennek a szervezetnek elsőként a kulturális értékek megőrzése, az oktatás, a nyelvismeret szélesítése és a hagyományok ápolása a fő célja. Ezért is ragaszkodnak a magyarországi horvátok 2 országos szervezet működéséhez. A küldöttek előtt a vezetőség beszámolt a végzett munkáról, és a tisztújítás során ismét Ostrogonát Józsefet választották meg a szervezet elnökének. Az első német-magyar testvérvárosi kapcsolat Felbach és Pécs között jött létre 12 évvel ezelőtt. A németországi város évente delegációt küld hazánkba, és polgármestere minden alkalommal ellátogat Pécsre. Pécs városát szeretem, és fejlődését szívügyemnek tekintem. Nagy felelősséget érzek iránta, hisz díszpolgára vagyok. Így köszöntötte Friedrich Wilhelm Kiel, Felbach polgármestere az angol korona étteremben, Páva Zsolt pécsi polgármesterrel együtt megtartott sajtótájékoztatóján a résztvevőket. A néhány napja városunkban tartózkodó Kiel tanúként vett részt a Pécs és a franciaországi Lyon között létrejött testvérvárosi kapcsolat megkötésén. Ígéretet tett arra, hogy a Klinker külügyminiszterrel a következő napokban esedékes találkozója alkalmával a Magyarországon szerzett pozitív tapasztalatainak fog hangot adni, és támogatni fogja országunk Európai Uniós csatlakozását. Itt járta alkalmával 20 000 márkát nyújtották támogatásként a Papnövelde utcai kisegítőiskola, valamint a Kerekvilág, Fogdakezem és Világvilágossága alapítványok számára, melyet Felbach város a kereszténydemokratái és polgárai segítségével gyűjtött össze. Testvérvárosi szerződést kötött Pécs és Lyon. A megállapodást szombaton Páva Zsolt és Raymond Barr polgármesterek írták alá. Ezután a Vajszlóról elszármazottak találkozójáról tudósítunk, bemutatjuk a Bicsérdi templomkert új stációját, szólunk a baranyai tűzoltók sellyei versenyéről, valamint arról, hogy Pécs-Frankfurt autóbuszjárat indul. Az oktatás, a művészet és a közélet terén több szállal kötődik Pécs-Franciaországhoz, így nem volt véletlen a kapcsolatfelvétel. Raymond Barr polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, a megkeresett magyar városok közül azért döntöttek Pécs mellett, mert ahogy Lyon, Franciaország kulturális fellegvára, úgy a mecsekaljai város is hasonló szerepet tölt be Magyarországon. Páva Zsolt szerint Pécs számára különösen fontos ez az új kapcsolat, amely minden elemében az európai integráció felé viszi a várost. Az egykori francia miniszterelnököt elkísérte magyar származású felesége, aki bevallotta, férjével együtt csodálói Pécsnek. Kisvárosban ennyi múzeum, ez egy nagy, hogy is mondjam, kulturális képzettségre vall, és erre nagyon büszke vagyok személyesen. A kulturális és oktatási kapcsolatok bővítésén túl a testvérvárosok gazdasági és építészeti együttműködésén is dolgoznak a szakemberek. Harmadik alkalommal rendezték meg a Vajszlóról elszármazottak találkozóját. Az ormánsági település archaikus falu közösségét az erőszakos TSS-ítés robbantotta szét, de a régi Vajszló belső erejét mutatja, hogy akik elmentek, magas szintű tudásukkal a világ bármely pontján megállták a helyüket. Kitörölhetetlen emlékek, évtizedek óta nem látott harcok, véget nem érő beszélgetések, ezek a találkozó pillanatképei. A munkanélküliség és a pénzhiány miatt Vajszló ma is súlyos gondokkal küzd, de a visszatérők nem látják reménytelennek a jövőt. Érzem azt, hogy itt, ebbe az ormánságba, amit Hodolányi János valóban megírt, hogy egyse, most látom azért, hogy fejlődik, mert többen vannak azért a fiatalok. A polgármester nem elsősorban pénzt, hanem ötleteket kért a régi vajszlóiaktól ahhoz, hogy a felnövekvő generációnak ne kelljen majd elhagynia szülőföldjét. A baranyai önkéntes tűzoltók versenyére idén Sellyén került sor. A megyében 37 településen működik egyesület, és a mozgalom az utóbbi években fellendült. Az elengedhetetlen technikai fejlesztésekre pályázat útján központi források nyíltak,
ugyanakkor mind több önkéntes tűzoltó vesz részt különböző tanfolyamokon, szakmai képzéseken. Munkájuk nélkülözhetetlen, de az egyesületek sajátos szerepet töltenek be egy-egy falu életében. A csapatszellem, a fegyelmezettség és a felelősségtudat vonzó a fiatalok számára is. Ezt mutatja, hogy a selyei versenyen már ifjúsági csapatok is részt vettek. Új keresztutat szenteltek fel a Baranya megyei Bicsérben. A Krisztus halálát megjelenítő állomások a vallásos közösségek hitéletében mindenütt fontos szerepet játszanak. Az imák, a keresztútjárások az önmagát feláldozó Isten szeretetére irányítják az ember figyelmét. Amikor a régi keresztutak felújítása is sok helyen gondot jelent, példaértékű a bicsérdiek összefogása, akik nem kis áldozatot vállalva építették fel a stációkat. A jelenetek Soltra Elemér alkotásai, aki pályája egyik legfontosabb momentumának tartja a keresztutat. Mikor adódik egy művésznek olyan alkalom, hogy 15 műben fejezhesse ki önmagát? Mindig egy-egy kis dombormű, egy érem, de ez együtt most szinte egy életműnek eddigi eredményét tudja felelőlelni. A hetente egyszer induló járat nem csupán a cég életében jelent fontos állomást, a régió lakosai is közelebb kerültek így például Európa egyik legnagyobb légikikötőjéhez. Aki most ide föltesz egy kis Baranyát, holnap reggel akár olyan repülőre szállt, amelyik Alaszkába megy, vagy Ausztráliába, tehát ugye Frankfurtot ismerjük a sűrű járatait, tehát én úgy gondolom, hogy Pécs város közepén bekötöttük egy köldök zsinóron a világba. A Pannonvolán frankfurti járata nem utolsó sorban az idősebb baranyai németek, illetve a kint élő rokonok utazásait könnyíti majd meg. A turizmus, mint termék jobb eladhatósága érdekében elengedhetetlen a hozzá kapcsolódó marketing fejlesztése. Hangzott el azon az idegenforgalmi fórumon, amelyet ma rendeztek a pécsváradi várban. Történelmi hagyományait és idegenforgalmi látványosságait tekintve Baranya megye az ország egyik legváltozatosabb, egyszeres mint leggazdagabb vidéke. Ennek ellenére éves viszonylatban alacsony az ide látogató turisták száma. A szakemberek szerint ahhoz, hogy a turizmus akár csak a jó bor eladható legyen, mindenek előtt a térségi marketing további fejlesztése szükséges. Többek között regionális úgynevezett terméktípus leporellókat készítünk, melyek közül az 5 kiemelt terméktípussal kapcsolatos már meg is jelent. Így a borászattal kapcsolatban, a Dél-Dunántúl gyógy és termálfürdőivel kapcsolatban, a falusi vendéglátással kapcsolatban, kultúrában, művészettel, illetve a 1998-ban esedékes programokkal, rendezvényekkel kapcsolatban jelent meg kiadványunk magyar, angol és német nyelven. A promóciós anyagokat azonban nem elég csak eljuttatni a célközönséghez. A turistákat méltó módon fogadni is kell. Az ehhez kapcsolódó teendők közül a szakemberek a tanácskozáson kiemelten hangsúlyozták a vidék infrastruktúrális elmaradottságának enyhítését. Emlékművet avattak Pécsbánya telepen a mecseki szénbányászat emlékére, a bányászok tiszteletére. A 70 éves bányászati múltal rendelkező Pécsbánya telep település, szépítő és környezetvédő egyesületének szervezésében több üzem és a polgárság közalakozásából sikerült megvalósítani a bányász emlékművet, melyet a hétvégén avattak fel. Vanyúr István szigetvári szobrászművész alkotásának átadásakor Somosi László, az Erőmű RT elnök vezérigazgatója többek között kiemelte, ez az emlékmű tisztelgés a bányászat hőskorának is, amikor a mecseki szénmedencében 19 ezer embernek adott a bányászkodás megélhetést, és 4 millió tonna kőszenet hoztak fel a föld mélyéről. Adásunk végén nézzük, milyen időre számíthatunk a következő 24 órában. Azoknak, akik eddig szenvedtek a hirtelen jött melegtől, jó hírrel szolgálhatunk, megszűnik a kánikula. Éjszaka szorványos záporesők, zivatarok várhatók, a jégeső sem kizárt. Reggelre 19-21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap erős gomoly felhőképződés, szorványos záporesők, zivatarok jellemzik időjárásunkat. Az északnyugati szél erős lesz, viharos lökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet eléri a 29 fokot. Megköszönöm figyelmüket, tartsanak holnap is velünk 17 óra 45-kor. A viszontlátásra!